Jól sikerült az olajrepce és a búza betakarítása Gortva Imre pecesori birtokán. A repce minősége kielégítő, a hozam pedig több mint jó, körülbelül 4 tonna kataszteri holdanként. Az összehasonlító eredményeket illetően a végeredmény meglepte vendéglátónkat. A hozam holdanként olyan 22-23 méter, és ez közel 4 tonnát tesz ki, amiről őszintén szólva nem is álmodtam. Úgy gondolom, hogy mindannyian Isten kezében vagyunk, ugyanis itt az emberi tényező csupán 5%-ban számít, a többit mind a természet csinálja. Úgy gondolom, hogy jó napot, jó időpontot választottunk a betakarításra. Így a hozam és az aratás időpontja is ezt eredményezte. Továbbá fontos a műszaki felszereltség, a technológia is, de végső soron a legfontosabb a kiválasztott aratási idő. Beszélgető társunk elmondja, hogy az alvállalkozókkal együtt átlagosan 30% körüli a termés kiesésük. Nem jobb a helyzet még a vételárral sem, amely Gortva szerint folyamatosan csökken. Az óbecseiek ezt a kultúrnövényt muszájból nyomás alatt választották, a többi nagyon bizonytalan. A szója például az elmúlt években nagyon rossz volt, gyakran 50-60%-os terméskieséssel. Az olajrepce téli kultúrnövény és a téli nedvesség valahogy megmenti a termést és a hozamot. És ha nem is lesz csúcshozam, az átlagost eléri. Jelen pillanatban az ára 400-tól 450 euróig terjed tonnánként. Ami a kifizetődőségét illeti, az nincs valami magas szinten. E felvásárlási ár alapján a mezőgazdasági termelők hektáronként 200 euró körüli keresettel számolhatnak, emelte ki. A búzánál annak ellenére szolid a terméshozam, hogy az előző időszakban a csapadék csak ártott neki, mondja Gortva Imre. Remélem, hogy ez a közepesnek mondható év nem fog veszteséggel végződni. A búzára ugyanis egy szóval katasztrofális. Rettenetesen csalódott vagyok emiatt, és nem tudunk mit csinálni. Ez már tényleg az utolsó év, hogy betelt a pohár. Már csak egy csepp hiányzik, hogy megszűnjön ez a gazdasági ág. Szerbia nemzetközi piac fontos részét képezi. Sőt, néha úgy gondolom, hogy a hazai piac jobban értékeli a gazdát, mint a nemzetközi. De ez csak az én személyes véleményem, nem politika. De úgy gondolom, hogy a világi hatalmak eldöntötték, hogy a világ lakosait ezúttal ingyen fogják jól lakatni. A búzatermesztés visszaesőben van, és ha így folytatják, hiányok lesznek a világ lakosait, nem tudják majd ellátni. Nálunk mindig vannak aranytartalékok, tehát mi nem fogunk éhezni. De kérdés az, hogy ezt a primáris mezőgazdaság elbírja-e viselni. Szerintem nehezen.